Sziasztok! Ismét jelentkezem az új kezdet videó következő részével, szintén Avalon házánál vagyok most azért, mert gondoltam megcsináljuk a Dark Horror-os részét a dolognak. És hát előre is elnézést kérek, van egy enyhe orhangom, még nem gyógyultam ki ebből a náthás korszakból. Sajnos amikor jönnek a hidegek, akkor nekem szokásom az első között megfázni, de nem baj. Úgyhogy lássuk, hogy mit fogunk most csinálni. Ha minden igaz, akkor most fölmenjünk oda a bázisukra, ami fönt van a Veldeltónál, és akkor időközben még megnézzük a halakat is, mert útba lesznek majd. Majd meglátjátok. Na, lássuk. Hello, Quinn. Szerencsénk volt. Hallottam, hogy a jelszó John Blount. Most már úgy tehetsz, mint aki Dark Horror-nak dolgozik, amikor besúrransz a lezárt területre. Ezen kívül biztos, hogy a kristály, amit találtál, pandóriai eredetű. Ha Dark Horror használja a kristályt, nem meglepő, hogy a víz szennyezetté válik. Le kell állítanod őket, nem számít, hogy mit csinálnak. Sok szerencsét. 20 XP-vel kiszúrod a szemem. Na, mielőtt beosonunk a rejtélyek birodalmába, nézzük ezt a halas témát. Nézd csak, mennyi halunk van, és ezt neked köszönhetem. Úgy tűnik, hogy a halak szaporodtak, és otthon nézik magukat. Nézd, milyen szép tiszta a tó, de még mindig aggódom egy kicsit. Jó tudni, hogy a halak jól vannak, de egy kicsit aggódom, hogy az orvhalászok visszajönnek. Ki kellene találnunk valamit, ami távol tartja őket. Nagyon kreatívnak és okosnak kell lennünk, és egy lépés előttük kell járnunk. Mit szólnál, ha meggyengítenénk egy kicsit a hidat, így amikor az orvhalászok átmennek, beleesnek a vízbe? Nagyon jó. Nem, igazad van, nem jó ötlet. Ez a mi dolgunkat is megnehezíti. Van jobb ötleted? Igazad van, hát persze, nyomokat kell keresnünk a tó körül. Te is a lovad, nagyon eredményesek voltatok legutóbb, amikor körbe lovagoltátok a tavat. Tudnátok még egy kört tenni? Mi ez? Egy fényképezőgép? Biztosan az orvhalászoké. Előhívjuk a képeket? Először is biztosnak kell lennünk abban, hogy ki a fényképezőgép. Kérlek, kérdezz körbe Veldélbe, hogy nem veszítette el valaki fényképezőgépét. Én majd Fieldglobe-ban kérdezősködöm. Találkozzunk ott később. Oké. Na. Törjünk be! Vagy ki? Egybe? Be ki? Kibe? Na. John Blount, így igaz. Szörnyen fiatalnak tűnsz ahhoz, hogy Dark Horror-nak dolgozz. Biztos vagy benne, hogy itt kell lenned? Fel kell lovagolnod a helyre a főnökhöz. Én csak az őr vagyok. Kövesd az utat, és meg fogod őt találni. Indulj! Lodulj! Megvan a góré! Szasz főni, jöttem dolgozni. Aha, szóval most kezdesz itt dolgozni? Nem úgy nézel ki, mint azok a munkások, akiket eddig itt láttam. De talán a kisebb munkába tudsz nekem segíteni. De semmi panaszkodás, különben ott helyben ki leszel rúgva. Figyelj, mit ugrálsz. A hatalmas fúrógépünket meg kell olajozni. Én magam csinálnám, ha nem lenne olyan unalmas. Úgyhogy te csinálod helyettem. Vidd az olajat és kent be a gépeket a megjelölt helyeket. Jó van, és csak semmi panaszkodás. Oké. Salak. Figyelj ide, te kis izgága. A hegyfúrása közben egy csomó szemét keletkezik, amit el kell takarítanunk. Nem olyan vicces feladat, és egy kicsit veszélyes is, de mint új ember te fogod csinálni. Persze, hát bízzuk mindig az újra. Gyere ide, kis izgága, kezdek éhes lenni. Hozd ide az ebédemet a hűtőtáskából. Siess, korog a gyomrog. Hey. Amúgy azon gondolkodtam, hogy ez a játék azért elég durván nyomja. Most egy kicsi spoiler ezek azoknak, akik még ezt nem csinálták. De konkrétan meg fogjuk mérgezni az embert. Tehát, hogy... Azért egy kicsit ilyenkor belegondolok ebbe az élénk fantáziás. Dik, ezen át lehet menni! Ez igen? Ez gyönyörű. Jó van. Még egy dolog, amire rájöttem, mióta játszom. Ezt meg eleinte nem tudtam, és hát elkerülte a figyelmemet, az a kupacot hátul, hogy ezeket oda kell vinni. És itt belegondolok, hogy nem itt fogjuk megmérgezni. De azért belegondolok, hogy előtte olajozok, akkor utána ezt a nem tudom milyen anyagot lapátolom a földre, és akkor utána megadom az ebédjét. Ez azért kicsit vicces.
És akkor ide jöttök. Darkor húzó tornyából származó salak. Jó van. És akkor ide szépen ledobáljátok. Elég érdekes egy salak, mit ne mondjak. De hát mindegy. Váltok bajuszról, hát ha. Hát nem olyan megtévesztő. Rossz az illata? Haha, tudom, nagyon jó, hogy többet nem kell csinálni. Nehéz munka, igaz? Mondtam, hogy semmi panaszkodás. Ló szendvics, a kedvencem. Húj! Na jó, talán mégsem vagy teljesen hitvány. Van egy fontos feladatom a számodra. Nem bízom a többi munkásba. Nézd ezt, ez egy jelentés a munkánkról Mr. Sensnek. Amit meglátja, elő fog léptetni engem. A zöld kristály használatával kétszer olyan gyorsan fúrunk, mint korábban. Zöld a víz? Igen, láttuk, de kit érdekel? Elpusztítjuk az élő világot? Kit izgat? Itt a jelentés. Lovagolj a Morland parton lévő bázisunkba, amilyen gyorsan sem csak tudsz. A kollégáim azonnal odaadhassák a jelentést Mr. Sensnek. Semmi álmodozás. Ennek inkább a valonnal van a helye. Na. Oké. Akkor tehát most először elmegyünk a balonhoz. És akkor utána majd azt hiszem úgy is el kell menni Morlandbe. Meg azt hiszem Jameshez is. Úgyhogy úgyhogy most megint mindent egybe fogunk csinálni. Na, lássuk. Quinn, de jó, hogy itt vagy. Alaposabban megvizsgáltam a folyóvizet, és azt látom, hogy a folyó környezetében lévő élővilág elkezdett kipusztulni. Szóval bent voltál Darkon barikádja mögött? Találtál valamit? Egy jelentést? Hadd nézzem. Ezt a jelentést is titkosították. Azt hiszem fel tudom törni, de ehhez egy kis időre lesz szükségem. Gyere vissza holnap. Oké. Egyébként az a bajom csak ezekkel a történetekkel, hogy mindig egy napot várni kell. És szinte mindig csak ezek, amik úgy tényleg igazán érdeklik az embert, és akkor puff, hát bolyónap. Becsok, besolt. Nehogy már egy nap alatt megcsináljuk. Jó, amúgy értem, mert kell egy kis izgalom, meg mit tudom én. Tehát azért ezeket a dolgokat nem mindig jó hallaszgatni, mert az emberek kíváncsi lények. Szia, rég nem találkoztunk. Igen, korábban láttam ezt a fényképezőgépet. Egy orfalászt kerestek, és azt gondoljátok, hogy jövő a fényképezőgép? A minap láttam egy férfit horgászbottal a kezében, és pontosan ez a fényképezőgép volt a nyakába. Átment a hídon, felfelé a hegy és a Veldértó felé. Biztos vagyok benne, hogy ez az ő fényképezőgépe. Menj és mondd el Mr. Andersonnak, hogy milyen bizonyítékot találta. És hova kell menni? Jó. És utána még teázni is el kell mennem. Most mondjátok meg. Te a meghívásom van Philbrookba a vénasszonyhoz. Jaj, Mrs. Packardhoz. Bocsánat, nem vénasszony, de hogy is nem. De hogy. Sőt, lehetem is Mrs. Packardot. Na minden, mert megnézem. Nem emlékszem én így már ezekre, mert ezekben az öreg lányokból is van 12 féle. És mindegyik ugyanúgy néz ki. Azt mondod, Sophie biztos volt benne, hogy a fényképezőgép egy horgászbotos férfi? Akkor ez biztosan az orfalász fényképezőgépe. Hívjuk elő a fényképeket. Ha elő szeretnénk hívni a képeket, menjünk Jameshez Pinta erődbe. Nagyon ügyes fényképezésben és a képelőhívásban. Az erőhívás eltartat egy darabig, ezért indulj azonnal. Tessék, vidd magaddal a fényképezőgépet. Jó van, előbb átmegyek teázni. Nem diskurálok veled. Ráérek. Én is ilyen beteg állat vagyok, nézzétek milyen sötét van. Az éjszaka kellős rohadt közepén állok neki teázni. Hát most mondjátok meg. Mondom én, hogy Packard! Éppen rád gondoltam, amíg megtöltöm a tortát fagylaltal és gyümölcsel, ellovagolhatnál Andyhez és meghívhatnád teára. Ó, hogy rohadjál meg! Miért nekem kell a rohadt fiad után fúrohangálni az éjszaka kellős közepén? Miért nem tudod hon maradni? Csinál a birkák bóbagának egy ágyat, az főfekszik rá? Fú, pedig már úgy rákészültem a teára. Itt amúgy van egy ilyen láthatatlan fal, vagy mi a tököm, nem tudom, hogy ti felfedeztétek-e vagy sem. Én csak 800-szor akadtam bele végül is, hogyha azt nézem. Úgyhogy nagyon örültem neki. Kifejezetten. Ó, nagyi palacsinta tortája, a legjobb dolog, amit ismerek. Tele vagyok. De kérd meg, hogy tegyen félre nekem egy darabot későbbre, kérlek. Ó,
szakadjon a nyakadba egy rozsdás lápkonló. Most csak ez jutott eszembe, de nem mindegy. Tök mindegy, csak halljon szörnyet már. Íme a láthatatlan fal. Mutatom, az előbb is beleakadtam. És igazság szerint nem tudom, hogy ez hogy kerül ide, vagy hogy minek a maradványa, de elég érdekes. És most viszont már megáll. Egy pár nappal ezelőtt még futni lehetett vele. Szóval csak nem ment alul sehova, de igazából, ja. Na, mindegy. Na, kipakoltál, Nagyi? Fenne az ugráltatós formádat meg. Nem vagyok a csicskád? Na. Szegény Andy, a palacsinta tortám a kedvence. De eltesszük neki egy szeretet későbbre. Bármibe is kerül, ez már ez után, a sok munka után megérdemlünk egy kis csendet és nyugalmat. A 35 XP-r? Hogyne? Na most megiszogatom a teámat, mert láthasságomban nekem is sajnos azt kell inni, de azért megiszom. Igaz, hogy én neocitrános teát iszok. Böff. Ó, szentségeség. Teljesen elveszítettem a jó motoromat. Ne aggódjál, eljátsszuk, hogy kínaiak vagyunk. Milyen szép napunk volt. Csak azért vagyok szomorú, mert Andy nem tudott csatlakozni hozzánk. Elvinni neked tart a szeretet. Ó, szerencsét, hogy 95 XP-t adtak, különben nem mennék. Na, adjuk oda a 95 XP-s tart a szeretünket. És itt hála jó Istennek, azért egyre közelebb vagyunk Dino Völgyhöz. Aminek kifejezetten örülök. Ah, itt vagyunk. Féltem, hogy nem kap belőle. Köszönöm mindkettőtöknek. Csinos szakácska Bát. Van egy régi sapkám is, ami remekül illik hozzá. Tessék, vagy csak el, az én fejem már túl nagy hozzá. Most eszem még egy szeret tortát. Király. Na és akkor most megyünk Jameshez, ha minden igaz. Ha-ho, Quinn, csinos kis fényképezőgép. Segítsek a képek előhívásába? Persze, előhívom a képeidet. Te is olyan sokszor segítettél már nekem. Köszönöm, intézkedem. Na, akkor lássuk csak. Invázió. Na, akkor megyünk vissza. Tudjátok mit? Elmegyünk megint Dandába. Azért, mert még mindig nem jó nekem a lószállító. És hogyha ezt a küldetés sorozatot még megcsinálom, ami még a, leléptetjük ezt az emberkét. És most ott a polgármester, szkoltanácsos, hogy ki az anyám. Akkor, ha minden igaz, akkor már tudok lószállítózni. És nem igazán ártana, hogyha az meg lenne, mert egy kicsit gondot okoz nekem állandóan átugrabugdálni oda. Úgyhogy most gyorsan befejezzük azt. Aj, na végre ide értem. Na, diskuráljunk doktor Irénnel. Megvizsgáltam a húst, amit a farkasok ettek, és nem fogjátok kitalálni, milyen méreg volt benne. Farkasfű. Tudom, hiszen majdnem túlságosan nyilvánvaló. Szerencsére létezik egy gyógynövény, amely itt nő Jorvikban, a Piperaz Jorvigus, amit jorviki gyömbér néven is ismernek. Felismerheted a vese alakú leveleiről és apró lila virágairól. Amennyiben hozom nekem jorviki gyömbért a közeli erdőből, azonnal nekiállhatok és elkészíthetem az orvosságot. Ez az, jól van, jó szemed van. Összekeverem ezzel a tiszta hússal. Itt van, egy orvosság a farkas hűmérgezésben szenvedő farkasoknak. Azt ajánlanám, valaki más vegye ki az orvosságot, de ismerve kettőtöket már el is készítettétek a saját adagotokat, és ki is osztottátok. Hát csak annyit mondok, maradjatok távol, és ne hagyjátok magatokat szétmarcangolni. Én csak állatorvos vagyok, nem csodatevő. Köszönöm, Doki, tudtam, hogy számíthatunk önre. Gyere, Queen, lovagoljunk vissza a farkasodóhoz. Hé, Quinn, jobb, ha megállunk itt, és az út további részét gyalogosan tesszük meg. Nem akarom felézgetni a farkasokat a lovainkkal. A farkasok pont előttünk vannak. Látod őket? Remélem éhesek. Mármint a Doki készítette hússal, nem ránk? Talán jobb lenne, ha tehetetnéd meg őket. Én csak hátráltatnálak, ha valami rosszul sülne el. Nézd meg, hogy közelebb tudsz-e kerülni a farkasokhoz, de ne nagyon közel. És tedd le szépen a húst, mint egy húspiknikre készülnél. Jó van. Egy helyre? Jó van. Hát érdekes egy hús lehet ez, ahogy elnézem, már nem az ez egy húszér. Úgy. Itt az utcsó. Na. Lássuk, miből élünk.
Szerencsére te vagy az, hallottam a farkasokat sámsogni, és csak reméltem, hogy az orvosságot marcangolják, és nem téged. Tudod, úgy vélem, az orvosság megtette hatását. A farkasok szuszogása már is egészségesebbnek hangzik. Olyan jó érzés újból pozitív változást hozni, ezért sohasem kell elhagyni. Ja, ezért sohasem kell hagyni, hogy egy akadály megállítson a törődésben. Mindig azt mondom, higgy a reményben. Mi volna, ha visszalovagolnánk Irén Dokihoz, és elmondanánk a jó hírt? Ha menjünk, More, menjünk. Mi tart vissza? Na. Látom, még mindig egészben. Szóval a farkasok bevették az orvosságot? Az idő a megmondója, hogy az orvosság működik-e, de amíg senki más nem ad a bundás barátainknak farkashüvet, gondolom rendben lesznek. Anyád elmondta a forrással kapcsolatos híreket. Annyira sajnálom, csak pár napja vagyok itt, de már is otthonomnak érzem Dandalt. Ha arra gondolok, hogy a GAD le akarja dozerolni ezt a természeti szépséget, szörnyű, nem? Annyira idegesít, hogy semmit sem tehetünk ellene, még akkor sem, miután tetten értük őket. Ja igen, a videó. Velendézhetnék? Hát persze, tessék. Hú, ez szörnyű. Várj csak. Jó, 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 ez a víz remek jó. Hol is hallottam ezt? Doki, minden rendben? Jaj, bocsánat, a reklámból van, nem hallottad? Az a híres srác énekli. Mi is a neve? T-Rex vagy valami hasonló? Raptor? Okos lány, ez az. Az arca ki van pakolva mindenféle Jorviki városban. Úgy értem, még a szokásosnál is sűrűbben, hogy reklámozza az új ásványvíztermék családot. Ha jelenik Raptor, nem szeretném elrontani az imidzsemet egy ilyen mocskos ügyel. Szóval csak azt kell tennünk, hogy elvisszük ezt a felvételt Raptornak. Doki, ön egy zseni. Oké. Egyenesen a szóvívőhöz, nem rossz ötlet. Szóval szeretnéd megnyerni Raptort az ügyednek. Hát. Csak van egy kis gond. Az ilyen hírességeket, mint Raptor, nagyon nehéz megközelíteni. Bizonyára egy Armádia testőrrel van körülvéve, és nem jelenik meg nyilvános helyeken. Elérhetetlen. Azt hiszem, Jorvik város bevásárlóközpontjába szokott megjelenni. Tényleg? Majd minden héten. Egy ex-Raptor rajongó lány. Rég az ideje kinőttem belőle. Mi? Rég az ideje kinőttem belőle. Biztos. Ó, értem. Ebben az esetben ti ketten adjátok át neki a fülest. Most vágjam kupám. Ez az, Quint. Ez az esélyünk, hogy megmentsük a forrást. A város szélén van egy busz megálló, ahonnan bejutunk Jorvik városba. Találkozunk ott. Okay. Jó, jó, jó. Mit utás? Jó. Tanulván az eddigiekből inkább leszállok most. A busz minden percben itt lehet. Jorvik város, érkezünk! A légfrissítő és az állott korndogok megnyugtató szaga. Ó, Jorvik város bevásárló központja, mennyire hiányozta. Szörnyen csend van, nem gondolod? Talán Raptor nem is jelenik meg ma. Várj, hallok valamit? Menjünk csak közelebb? Tesó, vizet adok, jót. Autogram. Raptor szereti a rajongóit. Hát nem. Hello, Raptor úr. A legnagyobb rajongója voltam. Voltam? Hó, túlmenő egy iskolásnak. Jó? Az igazat mondva, a dóda gyors és derivatív volt, de a korábbi munkája hey, jó, annyira nyers volt emocionálisan, hogy igazán megérintett, tudja? Sisterek, dó, még dolgoznom kell a bókjaidon. Minden esetre, uram, az emocionális igazság érzetére szeretnék hivatkozni ma, mivel az a víz, amit reklámoz, a fájdalom forrásában van véve. De félre forrásból. Könnyebb volna, ha megnézni ezt a videót. Mutasd meg neki, Quinn. Ó, ezt a telefont le fogom nyúlni lassan. Hát itt van nálam. Szép filmezés, sok a dogma, tisztelet. E minden? Ó, bundás farkaska kölyköcskék. Mit etett a csávó? Nem menő, nem menő. Raptornak sem igaz a bundás farkaskák mérgezőivel. Felnyitottad a szemeimet a GAD hazugságaival kapcsolatban. Raptor nem hagyhatja a Raptor hírnevét elsüllyedni ezzel a hajóval. A szabad száj kitörést hoz. A remix. Nem most. Raptornak rímek robbannak ki az agyából. Quint, képes vagy a mozdulataidat bevetni az igazság érdekébe? Menj ki oda és melegíts be a tömöget. Ja, az ütembe indult. Mi a szar ez? Farkas póló.
Na, hova megyek? Oda megyek? Ide megyek. Jó. Nem víz, nem, nem víz, nem. Itt Raptor élőben Jomri bevásárló központjában vadonat, hogy rímekkel, amelyeket meg kell hallgassatok. Ez meg mi? Ez senki sem hagyta jóvá. Egy új szám nem ment át a piac elemzése. Igen. Go Energy Jinx. Elhitetik, a víz nem tiszta. A zugok báránybőrbe farkasok. Remélik, hogy nem látod. Mérgezik a... Mérgezik a Miss Falt, és ez nem minden. A farkasok az igaziak, félre vannak értve, de a GAD mérget vett ételbe, betegíti őket. Minket hazugsággal letett. Jól van, jól van. Ezt én átugrom, mert... Mit egy farkas? Shakira! Tudod mit? Tulajdonképpen Raptor igazán menő. Úgy hallatszik, ez a parti még eltart egy darabig. Szólj, mikor készen állsz, és kisurranunk együtt. Na. Fűszálltál már buszra? Viszlát újból. Na. Az most megoldódott minden probléma. Ó, a csendes misztva békéje. Olyan jó újból itthon lenni. Teherautókat hallok. Mi folyik itt? Na most mi lesz? Geo Emergency Doctor. És csak úgy lecsukjuk a redőnyt? Alig fejeztük be a pumpa felállítását. Az utasítás legfelülről jött. D. asszony azt mondta, jó, 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 ez a víz remek, jó, vékony jégen jár. Az egész Pitzva projekt szünete. Ebben az esetben elmehetnék korábban? Úgy hallom, Raptor egy meglepetés koncertet a Gyorgyik városba. Tudod mit? Benne vagyunk. Benne vagyok. Ha sietünk, még elkaphatjuk a Dódát. Ez kemény. Haha, elmennek. Mi tényleg megcsináltuk. Nem mondtam, hogy bíz bennem? Na. Úgy hiányozta a Delling. Delling... Sohasem bántam, hogy nem... Mi? Sohasem bántam, hogy nem fogok vezetni. Még ha tudnék is autót vezetni, miért tenném, mikor egy ilyen lóval lovagolhatok? Frissítve a naplomba. Menjünk vissza anyához és a dokihoz. Én ilyenkor még nem indulhatok el? Azt mondjátok meg nekem. Nos, ha ez nem az én makacs, meggondolatlan és veszélyesen kíváncsi lányom. Soha egyetlen anya sem volt olyan büszke a lányára, mint én vagyok most. Isten hozott haza, kicsi harcos lányom. Na. Be kell vallanom, kicsit szomorú vagyok, hogy a kalandunk a végéhez közeledik. Van egy olyan érzésem, hogy egy szép napon újból együtt fogunk kalandozni. Mit szólsz hozzá? Ha, hogy ne. Rengeteg munkára lesz szükség, hogy visszaállítsuk Dandát olyanná, amilyen volt, mielőtt Skoll tanácsos ebbe a káoszba vetette. Ezzel kapcsolatban egy kis nyomozás után kiderült, hogy még nem később benyújtani egy jelölést a következő választásokra. Sigrid tanácsos egészen jól hangzana, nem? Én tanácsos? Ha jó építők vagyunk, nem vezet, jó van. A város legyen egy nemi szóra, mint a lányodat a cselekedete is sem. Oké. Okay. A választás még odébb van. Köszönöm, nem nagy dolog, de szeretném, ha megtartanád a közös kaladunk emlékére. Oké. Okay. Végre! Köszönöm Istenem, köszönöm, 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 mua, imádlak! Végre, nem kell 8-10 perceket eltöltenem azzal, hogy ide kijövök, kifutkározok. És itt vannak most nekünk kis rókáink is, lehet vásárolni szépen. Ó, egy kliens. Hello, a nevem Kit Shorthouse, és ez a Kit ölelgetős lakja. Gyere be és ismerd meg a hivatásos ölelgetőket. Nem aranyosak. Ők misztrókák, egy különleges fajta, amely csak itt Mistfalban létezik. Több száz évvel ezelőtt szelítítették meg őket a farmerek, a segítségükkel mentsék meg a gabonájukat az egerektől és a madaraktól. Oké. Okay. Na. Vidd el a szállítóládát a klienshez. Oké. Okay. Elviszem. Csak egy szállítóláda.
Úgyis itt meg majd valami ízés feladatot kell megcsinálnunk, ha jól emlékszem, ezt a Jorvik járőrös cuccot. Ha jól emlékszem, már nem most csináltam az a helyzet. Hova kül? Ja? Na, akkor itt lemegyek. Egyet tanuljatok meg, ha ilyen feladatokat csináltok, rövidítsetek. Az mindig hasznos. Le kell szállnod a lóról. Óhá. Misztrók a kézbesítés folyamatban. Ó, nagyon köszönöm. Csak kiengedem a misztrókát a szállítóládából. Na? Olyan cuki. Ó, annyira puha, meleg és bolyhos. Na és most? Ah, igen. Gyönyörű. De fura, hogy nem fut el. Még egyszer köszönöm, olyan honvágyam volt, és annyira szomorú voltam. Most már jobban vagyok. Hát... Oké. Milyen jók csinálunk az embereknek, igen? Na és most van egy olyan... járőrös feladat, hogy állatokat kell fotózni. Te úgy nézel, mint aki értékeli a természet gazdagságát. Oké. Segíts megtalálni Violet Nutkins nevű lovát, és hozz vissza a fényképet. Jó. Oké. Megkeressük. Amúgy azt hiszem ott van fönt, ahol a polgármesternek a bizé-bizékája van. Csak gyorsan leadom majd a misztrókás feladatot, de azt hiszem itt van. Vagy nem? De. De. De hogy nem, hát itt van. Oké. Előbb a misztrókás nénihez, utána meg a járőrös nénihez megyünk. És hogyha még az időbe belefér, akkor megnézzük még a borászatot is, mert ott is vannak most dolgok. Végül betörtem a hátsó ablakot, hogy bemenjek, és időben felvettem a telefont. Egy fontos üzleti hívás volt, és egyre. Azt hiszem, egy kicsit túl sok rókkal, akik itt velem. Csak egyszerűen jönnek és jönnek, blablabla. Hallgass meg Kit új tervét. Visszajöttsz akármikor Kit ölelgetős lakjához, ha néhány ölelgetni valót szeretnél. Oké. Milyen rókák vannak. Milyen fura, hogy őket nyeregtáskával együtt tukmálják. Miért került 150 izéba, SC-be? Nem, én nem is értem. Na mindegy. Na nézzük ezt a járőrös valamit. Mi ez az én fényképezőgépem? Lássuk csak, az összes lencse épnek néz ki. Indulhatunk. Violet fényképezőgépével kap lencse végre egy Miss Hollywood nyulat. Ez egy remek fotó. A nyuszik a legfotogénebb teremtések, nem gondolod? Oké, bebizonyítottad, hogy tökéletesen megfelelsz a junior természetfotós szerepre. Önkéntes, üdvözöllek a járőrök között. Na, akkor most megnézzük ezt az invázió a kertben témát. És most már halleluja van, lószállítom, adta az Isten. Úgyhogy most happy day van. Na, te rabszolga hajtsár, mondjad, mit kell csinálni. Már csak komoly problémával küzdök. Segíteni szeretnél? Ezt már szeretem, rád aztán mindig lehet számítani. Figyelj, élősködőkkel van tele a kert, és munkánk gyümölcsét próbálják megkaparintani. Ezek a harapós jószágok annyira ügyesek, hogy egyet sem bírtam elfogni közülük. Teljesen belefáradtam. Minden alkalommal visszaugrottak az odúba, mihelyt a közelükbe értem. Azt hiszem, te gyorsabb vagy, és el tudod csípni őket. Megpróbálod? Jól van, itt ez a kalitka, ebbe tudod begyűjteni a kis kártevőket. Ügyelj rá, hogy csendben lopakodva közelíts hozzájuk. Hú, ezt régen is nagyon imádtam. Azért nagyon sok feladat van a játékban, de szerintem mondhatjuk azt, hogy ez a leghosszadalmas és legunalmasabb része a dolgoknak, hogy minden egyes nap ugyanazt a három dolgot csinálj, és szinte semmi XP-t nem kapsz érte, és rámegy a fél életed, és ha meg akarod csinálni, mert nyilván meg akarod csinálni, ugye? Most mi van? Na. Szóval egyszerűen nem tudom értelmezni, hogy ez miért ilyen hosszú. És nem azért, mert panaszkodni akarok, mert igazából nem érdekel, mert én is megcsináltam, meg szerintem nagyon sokan megcsináltátok. De ettől függetlenül szerintem csinálhatták volna kevésbé hosszadalmasra.
De hát ez van, hát nem illik reklamálni, én ezt tudom, de attól még. Mindegy, ezt el kell fogadni, azt ennyi, kész, slussz, passz. Na, minden igaz, akkor megvan végre az utolsó is. Na, menjünk vissza akkor. Menjünk fel újabb feladatokat. Szép munka, sok kis jószág van a kalitkában. Mit csináljunk a kis kártevőkkel? Én a legszívesebb belehajítanám őket egy szakadékba, de Björn soha nem egyezne bele ilyesmibe. Elküldhetnénk őket az öreg Steve-hez. Nem igazán vagyok jóba vele, de ezeket a kártevőket elviheted hozzá. Szereti az ilyen kis állatokat. Úgy látszik, a hasonlók vonzák egymást. Jaj. Várj, van egy látomásom. Igen, így kell lennie. Képzeld el, hogy itt ülsz gyönyörűséges virágaink között. Mi lehetne ennél pihentetőbb? Elárulom. Egy kis tavacska, amelyben friss víz csomag. Szerencsékre van is itt egy tó, de annyi lyuk van az alján, hogy nem merek vizet engedni bele. Ha hoznál nekem köveket, azokkal be tudnám tapasztani lyukakat. Nem mindegy, hogy milyen követ használunk. Csak is a megfelelő köveket érdemes alkalmazni. Oké. Lovagolj a lovagról Arnén a közelébe. Oké. Itt a kertek alatt átsuhanok. Átsuhannék, hogyha nem szivatna a játék, mint mindig. Most ez mi? És miért oda kell mennem? Ja, másik oldal. Jó van, hülye vagyok. Azt hittem, hogy izéhoz kell menni a másikhoz, mert oda is kell. Majd onnan majd lószobrokat kell hozni. Spoiler veszély. Hát, hogy ne. Akkor rendesen. Most mi válsz? Meg elárulod nekem? Mondd már meg, könyörgöm. Ezt annyira nem tudom érteni, hogy ilyen jelentéktelen szarokban miért akad meg, mert ez plusz idővesztés, időpocsékolás, és akkor még idegesítő is. Fú! Pedig az utóbbi időben nem húztam föl magam, de most már megint kezdek ott tartani, hogy itt elkap az ideg görcs. Csíkos mókusok? De jó, a mókusaimnak jól jönnek az új társak. Agneta, komplett őrült. Biztos vagy benne, hogy vele akarsz dolgozni? Tudtad, hogy valaha az én farmomon dolgozott? De el kellett bocsátanom. Még a vásárnapokat is munkával töltötte. Fát vágott, meg szántott. Azt hittem, egyszer csak pihen egy kicsit, de nem. Soha egy percre sem állt meg, és tőlem ugyanezt látta el. A végén már féltem sötétedés előtt elhagyni a házamat. Agnetának mennie kellett. Nem bírtam elviselni a feszültséget, amit okozott. Bjornnak azonban add át üdvözletem, és mondd meg neki, hogy jó helyük lesz a csíkos mókusoknak nálam. Jól van, nem kell őket behajítanom sehova, úgyhogy megyünk vissza a borászatba. Tökéletesek lesznek. Rögves megjavítom a tó alját, és engedek bele vizet. Gyere, nézd meg! Nagyon szexuális. Ellipszironos jével. Amúgy ezek itt tök jól néznek ki, csak kár, hogy ott még tiszta lom minden. Majd későbbiekben, ha majd haladunk a feladattal, majd akkor meglátjuk, hogy fog kinézni. Szóval a csíkos mókusok jól le lesznek oda a Steve-nél. Ez remek. Agneta néha egy kicsit felhúzza magát, hogy gondolja, valaki nem dolgozik elég keményen, ezért nem értik meg egymást Steve-vel. Elég szomorú, hiszen Steve és én sok mindenben hasonlítunk egymásra. Hallgass ide! Éjjel-nappal azon kell munkálkodnunk, hogy ez a kert kivirágozik. A segítséged nélkül esélyünk sem volna véghez vinni a tervet, ezért kérlek, gyere el minden nap. Oh, igen, arra mérget vehetsz, hogy minden nap el fogok jönni. Na jól van, ha minden igaz, akkor szerintem most egy időre végeztünk a feladatokkal. És akkor majd legközelebb folytatjuk a dolgot, akkorra már szerintem a Dark Core rejtélyt is megoldjuk. És hát meglátjuk, közeledünk már szerencsére Dino Völgy megnyitásához, és ott azért újabb feladatokat kapunk majd úgy is. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó, és legközelebb jelentkezem a következő feladatokkal. Szép napot kívánok nektek, sziasztok!